megvizsgáljuk a múltot, mit tettek eddig az államok azért, hogy erősödjenek ezek a nemzetiségi kisebbségi kultúrák. Másfelől pedig próbálunk felelni a jövővel kapcsolatos kérdésekre, mindenekelőtt arra, hogy az új kultúra, a digitális kultúra új nemzedékei, a mai gyermekek, fiatalok mit tehetnek azért, hogy egy előítéletmentes, befogadó, nyitott világban tudjunk élni.